Az elmúlt napokban több milliárd forint összértékű projektet adtak át Bonyhádon. Kedden a szennyvíztelep korszerűsítésének záró rendezvényét tartották meg online módon, ahol Farkas Zsolt, a kivitelező cég ügyvezetője tartott ismertetőt a műszaki paraméterekről. A legmodernebb európai szinten elfogadott elvárások szerint, illetve hívások megfelelő módon került megtervezésre és kivitelezésre. Értem ez alatt nem csak az elfogadó paramétereknek a adott helyi értékének való megfelelősséget, hanem igazából a technológiának a teljes kiépítettségét. A projekt összköltsége meghaladta a 10 milliárd forintot, amelyből a Bonyhád és környéki rekonstrukció 1,8 milliárd forintba került. Szeretném megköszönni Magyarország kormányának, hogy a KEO pályázat révén az önerőt átvállalta a településektől valamennyi önkormányzat számára, és így hatalmas teret vett le az önkormányzatok válláról, hiszen az 1 milliárd forintot is meghaladta ez az önerő támogatás. Bonyhád tekintetében ez 216 millió forintot jelentett, amelyet a magyar kormány átvállalt a város helyett a szennyvíztelep rekonstrukció beruházás kapcsán. A beruházás nem csak a Völgység fővárosát, hanem Cikót, Kakasdot, Nagymányokot és Kismányokot is érintette. A másik záró ünnepségre szerdán került sor, ahol a közel 800 millió forintból felépülő bonyhádi ipari park átadása történt meg. Egy közel 3,5 hektáros iparterület, ami most beépült, ebbe tartozik 4 üzemcsarnok, amiben most állunk, ez egy 900 négyzetméteres asztalos üzem számára előkészített csarnoképület és szociális rész. Aztán haladva déli irányba az út mellett ott egy 500 négyzetméteres üzemépület található, amiben egy szállítmányozással foglalkozó cég fog rövid időn belül betelepülni, illetve megkezdték már a beköltözést. Tovább haladva az út mellett egy épületgépészeti, nagykereskedelmi raktár és egy mérnökiroda fog költözni, és akkor az úttól távolabb a legbelső, legnagyobb 1600 négyzetméteres csarnok, az pedig egy lakatos üzemnek ad már helyet, ők már beköltöztek. Itt acélszerkezet, gyártás és a hozzá kapcsolódó szociális rész és irodák találhatók. Sebestyén Miklós, a Bonyhádi Ipari Park Kft. Ügyvezetője elmondta, mindent sikerült megvalósítaniuk, amit elterveztek. A projekt indítása az 2016-ban történt, akkor került ez a terület operatív program elnevezési pályázat benyújtásra. Aztán a pályázat elnyerését követően több éves előkészítés folyt, ami végül is 2020 évelején tudott indulni. Ez azt jelenti, hogy január 23-án kapott a kivitelező szerződést, azáltal a munkaterületet, akkor indult ez a beruházás, és november 24-én fejeztük be ezt a kivitelezést. Ezután következett a műszaki átadás átvételi eljárás, ami egy hónapig tartott, és ezzel párhuzamosan, illetve ezt követően a mai napig a használatbevételi eljárások zajlottak. A város polgármestere úgy nyilatkozott, az új iparterület létrejöttével nem csak új vállalkozások tudnak betelepedni Bonyhádra, de a meglévők is új telephelyre tudnak költözni. Ez nagyon sok szempontból fontos. Egyrészt fontos azért, mert az itt megtelepedett vállalkozások, gazdasági társaságok hozzájárulnak az adóerőképesség növeléséhez, és ez a város életében egy igen fontos jelentőséggel bíró mozzanat. Másrészt pedig hát a foglalkoztatásról ugye mindig szó esik, a jelenleg megtartása és a bővülése is nagyon fontos a város életében, hogy aki akar, tudjon dolgozni. Itt is lehetőség lesz ezeknek a cégeknek a tovább foglalkoztatásnál a bővülésre a jövőben is. Nagyon fontos azt is elmondanunk, hogy már a munkálatok is a veszélyhelyzetben kezdődtek, hiszen bár az ünnepélyes alapkületét erre az elmúlt év májusában került sor, akkor már igencsak benne voltunk a járványhelyzetben. Mégis úgy gondolom, és ebben partnerek voltak a kivitelező, a BIP Kft. Ügyvezetője és valamennyi tulajdonos cége, hogy erre a két pillanatra, a kezdetekkor és a végén álljunk meg egy percre, és tudjunk annak örülni, hogy amit elvégeztünk, és amit elterveztünk a legelején a pályázat benyújtásakor, azt maradéktalanul el tudtuk végezni. Minden megvalósult abból a pályázatból, ami az önkormányzat elképzelése volt a BIP Kft. Tulajdonosával közösen. Ezért állhatunk ma itt, és ezért tudtuk ünnepélyes keretek között szalagvágással befejezni ezt a munkát.
hiszen abból a 480 millió forintos uniós támogatásból nem valósulhatott volna meg az, amit ma itt látunk. Jelentősen erőt tettek hozzá azok a vállalkozások, akik a BIP Kft. Tagjai, és így közel 800 millió forintos beruházás valósult meg. Én mindenkinek nagyon sikeres működést kívánok itt, és bízom benne, hogy tovább fejlődéssel erősítik a Bonyhád gazdaságát. Bár ezt a projektet ezzel a rendezvényen lezárták, újabb fejlesztéseket terveznek. Az önkormányzatnál a háttérben nem állt meg a munka, hiszen mi már azon dolgozunk, hogy hogyan tudunk tovább lépni. Új pályázatok még ugyan nem jelentek meg, de bízunk abban, hogy hamarosan ezekkel is dolgozhatunk. Mi minden lehetőséget megragadunk arra, legyen az uniós, legyen az hazai pályázati forrás, vagy akár egyedi kormányzati döntés, ezen is dolgozunk, hogy további iparterülettel tudjon bővülni a város területe. Van az városnak 15 hektáros saját tulajdonban lévő földje, ami szóba jöhet, és ezeknek a területeknek a megtervezésével, az alapinfrastruktúra kialakításával lehetőség nyílik majd újabb vállalkozásoknak a letelepedésére. Egy felhíváson is dolgozunk, ami a néhány nap múlva a napokban meg fog jelenni, és várjuk majd mindazon vállalkozásoknak a jelentkezését, akik már működnek, vagy akik esetleg most szeretnének telephelyet létesíteni, akár itt a városban, és kinőtték a jelenlegi helyüket, vagy szeretnének további lehetőségeket, nagyobb területet, vagy máshonnan szeretnének ide betelepedni. Mindannyiuknak várjuk a jelentkezését azokkal a feltételekkel, amit majd a felhívásban megfogalmazunk. A cél az, hogy megtartsák a versenyképességüket, tudjanak növekedni, még több embert foglalkoztatni, és ezért várjuk majd a jelentkezéseket. Bízunk benne, hogy sikeres lesz ez az indulás is. Ma már elmondhatjuk azt, hogy Tolna megyében Bonyhád, illetve Bonyhád térsége az egyik leggyorsabban fejlődő gazdasági térség, és erre mindannyian büszkék lehetünk. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője is részt vett az eseményen. Ő úgy fogalmazott, Bonyhádon az iparterületek a földből nőnek ki. Ez a beruházás kevesebb, mint egy év alatt fejeződött be. Ennek a négy csarnoknak, ennek a beruházásnak az alapkövét tettük le május 19-én, és még egy év sem telt el, és a beruházásokat a mai napon át tudtuk adni, közösen tudtuk avatni. A mostani járványhelyzetre a város, illetve az itt dolgozó vállalkozók nem a megfutamodással válaszoltak, hanem beruházásokkal, azzal, hogy jövőt képzelnek el ebben a térségben, és ennek láthatjuk a jeleit. Én bonyhádiként büszke vagyok erre az ipari parkra, hiszen gombamód szaporodnak itt a csarnokok, láthatjuk azt a gyors gazdasági fejlődést, ami ezt a térséget jellemzi. Remélem, hogy a megye egyéb területei is fel tudnak ehhez zárkozni. Én mindenféleképpen szeretném azt, hogy a választókerületem egész egy gyors gazdasági fejlődésnek lehetne a tanúja, ezért dolgozunk. Remélem, hogy egyre több ember észre is veszi ezt és érzékeli ezt. Ez a beruházás toppos keretből 480 millió forintos támogatást tudott kapni. Ez azt jelenti, hogy az összberuházás több mint 800 millió forint volt. Egy ilyen léptékű városnak, kisvárosnak ez egy óriási lehetőség, hogyha összeszámolnánk most már a többi csarnokkal együtt, tehát több milliárdról beszélhetnénk, és több mint 500 ember dolgozik már ezen a területen, úgyhogy remélem azt, hogy ez nem csak Bonyhád környékén lesz jellemző, hanem egyre inkább a megye, illetve az ország egyéb más területein is.